Korona hét lemezből álló, aranyból készült, rekesz zománc technikával díszített ötvös remek. A különleges királyi ékszer különleges körülmények között került elő. Szántás közben találták meg Nyitrai Vánkán 1859-ben 7 külön darabban. Az elkészítés módja és a különlegesen szép kivitel bizánci császári műhelyre utal. Készítését az alapján határozták meg, hogy a rekesz zománc képeken szereplő alakok mikor éltek, illetve mikor uralkodtak a bizánci császári trónon. A korona készítése az 1042-1050 közötti időszakra tehető, tulajdonosát azonban még így sem ismerjük.